hogy képzelj el mindenki, hogy valaki, tehát hogyha csak egy 100 fős cége van valakinek, és egy céges csoporttelefonáláshoz elmegy a Vodafone, már olyan kedvezményeket tud kiharcolni pénzdíjakból, csak azért, mert ő 100 ember képvisel. Most képzeljük azt, aki egy egész országban 10 000 rabnak a telefonálást, és őt oldja meg, az milyen kontingens árat kapott vajon egy, most azt mondom, talán, hogy a T-Online, vagy a T-Mobile szolgáltatja magát a vonalat, de nem vagyok biztos. Szerintem néhány forintba kerül neki egy perc, és közben 120-ért árulja. Tehát az én megítésem szerint itt is van valami hatalmas biznisz, elvtársi biznisz a háttérben. Ami nem a BV személyzetnek a bűne. Na, tényleg vissza még ezzel a napi életre. Na, hát a lényeg az, hogy megkajál az ember, ugye kiegészíti a minden héten egyszer kimerjük ilyen belső boltba vásárolni, ott azért lehet kapni tényleg mindenfélét, hát aki tudja megfizetni. Megfizeti, van paradicsom, paprika, az ember vesz magának kiegészítésképpen, meg ugye otthonról, mehet egyébként felvágottat is, de hát hogy amit otthonról be lehet kérni, az csak olcsóbb kint megvenni. És akkor az ember abból kiegészíti, megreggelizek, mit megmosakszok, tehát így, ez így reggel, akkor délőtt általában olvasok, most inkább az irattanimat tanulmányozom, de most azzal megy az időm. De most van az igazi ismertetés, ugye? Hát most volt, már én is megkaptam bizonyos dolgokat, az azért nagyon... Látom itt a nagy halmat. És akkor mostanában, amióta ilyen nyárban, és mondom egy hónapja kb. A sétámat áttették így ebédidő előttre. Azóta úgy van, hogy 11 dél körül kimegyek egy órára, akkor vagy futok, vagy valahogy kint edzek egy kicsit, ott van ilyen húzókodó. Mekkora ez az udvar, durva, mekkora ez? Hát, több udvar van. Hát egy a foci, kis, ilyen, mondjuk egy tolnatelmi foci pálya. Tehát ez a kis pályás, hogy hozzá menni ilyen fedett foci, ilyen kispás foci meccs mérete körülbelül. Hát lehet rajta futni körbe-körbe, meg... Zöldet látsz? Tehát hát itt azért van itt fa, vagy bokor, vagy valami? Szombathely, akkor hatalmas, ez egy katonai laknyom volt, rengeteg zöld felület volt, de itt nagyon kevés. Ez egy szűk, ez egy régi börtön, ez ömt egy régi vár, vagy nem is tudom, egy zár. Tehát csak az eget látod gyakorlatilag. Hát igen. Ott itt azért nagyon kevés zöldre van hely is, de ez mondjuk megint a dolog, hogy nincs rá hely. Az a legkevesebb. És akkor utána van egy ebéd, ami általában hétköznap nálunk olyan fél kettő körül van, mert ez egy olyan körletnek a végén van, ahol nagyon sok magának körleten itt vannak olyanok, akik járnak dolgozni. Egyébként a börtönben ez a másik, hogy a rabok nem dolgoznak. Tehát itt Vácon még viszont sokan dolgoznak, mert majd 100 ember dolgozik a 800-ból, rabból. Szombathelyen, ahol még több rab van, senki nem dolgozik. Szeretnének dolgozni? Hogy tapasztaltad a... Ez megint több dolog, hogy nem, én nem tudom, mert egy tömegekkel itt nem vagyok kapcsolatban, tehát nem tudok erről semmit mondani, hogy mit szeretnének általában rabok, de nem mit kéne csinálnak. Hát dolgozzanak, hogyha már itt vannak, nem? De nem azért nem dolgoznak, feltétlenül nem akarnak, hanem nincs is mit dolgozzanak, nincs munka. És akkor ezen gondolkoztam például, hogy hát mi szoktatja le a cigányokat a munkáról, hanem a börtön, ahol bekeszik, és komolyan Szombathelyen az árkáknak a színvonala, csak egy átlag ember számára visszaesés. De azért annyira nem lepusztult, tehát van benne egy zuhanyzó is, meg minden, tehát ott sok olyan ember van a rabok között, számtalan olyan lehet, akinek az otthoni körülménye sokkal jobb. Mind nyílik a tátik a reggel, délben, este megkapja a kajáját, van tévéje. Nem kell csinálni semmit. És nem kell érte semmit csinálni, sőt, ha még tanul, hajlandó elvégezni 8 általánost, akkor még kap érte, úgy tudom én, havonta pár ezer forintot, és azért járnak ki sokan iskolában, mert azért is kapnak pénzt. Tehát ezzel csak arra fogják rászoktatni, hogyha kikerül, hogy hát ez ki még szarabb, mert legalább ott meg keresni a pénzt, a rabbi betörőjén még az se kell. Leszoktatja a munkáról, nem rászoktatja, hanem le. Tehát ezen el kéne gondolkozni, hogy ez Jobbik programjában jó van benne, hogy ezeknek változtatni kell. Ami igazságtalan, nagyon, az az előzetes intézménye, de az, hogy az elítéltekét annyira nem ismerem, de az nem tűnik annyira igazságtalan, ez inkább céltalan. Tehát ebben változtatják meg az ember. Egy dologot találtam a börtönben, ami megváltoztatja az embereket, azokat, akik fogékonyá válnak rá, és ahol olyan a börtön misszió, hogy ezt meg is tudja tenni, az a vallásosság. Tehát ahol működik jó keresztény közösség, itt azért látszan elég hívás. Jársz te ide, jársz ide a közösség? Járok, mert nagyon az elején megismerkedtem a lelkészasszonnyal, nagyon kedves, nagyon rendes volt velem, és ő hívott, hogy menjek ki, szóval nem voltam soha egy ez milyen gyakran, vallásos típus, nem jártam templomba, de azt gondoltam, hogy ha már benn vagyok, akkor miért ne, legalább közösség, ugye engem soha nem engedtek, tehát ez az első dolog, ami közösség van. Nem is lehetett beszélgetni ott mindenkivel, mert folyt az istentisztelet, de több órán át más emberek közt is voltam, csak az árkában egyedül. Ez heti egy alkalmat? Hát
Nem, ez olyan szintre, hogy itt olyan jól felfejeztették, hogy itt már szinte minden napra jut nekik valami, én azért nem járok ki, nekem az sok lenne. De elkezdtem kijárni, és akkor így, mit tudom én, akkor már itt vagyok benne, elolvastam a Bibliát, kicsit utánolvastam a vallási dolgoknak, hát erről is kialakult egy, már megint ebből is tök egy forradalmi hozzáállással tudok nyilatkozni, úgyhogy inkább most hosszan nem akarok, mert még sajátos kereszténység képem alakult ki, de azért sok mindent megértettem, amit eddig nem. Mondjuk maradjuk annyiba, hogy Jézusra nem tudok is rosszat mondani, és de hogy az ő szerepét, meg a Biblia szerkezetéről mi a véleményem van, most hosszan nem fejteném ki, megírom majd egyszer, majd hát, ha egyszer kikerülök, akkor egyszer valahol majd elmondom, tehát én nem akarok senkit ebben. Még a napi rendre az egy kicsit érjük vissza, hogy hogyan folytatódik a nap. Hát akkor délőtt van többnyire sétel, de mondjuk most például a hőségriadó miatt délután van, nekünk 6 körül van. Mennyire van, milyen a hőmérséklet a cellában, egy ilyen nagyon kárig? Hát a mi körletünk, az, ami jó benne, az a rossz. Tehát az, hogy egy hideg körlet, az rossz például a fűtési szezon után, amikor még nincs igazán meleg, de ők már lekapcsolják a fűtést, vagy ősszel nem kapcsolják még be, akkor iszonyú olyan hideg, hogy 10 fokokra lemegy az árnyába, és én föl is fáztam elég komolyan, és itt felszedtem egy olyan valamilyen főszáros, gyulladásos dolgot, ami saját ember nem volt, amivel most már tavaly ősz óta szinte folyamatosan vesződök, most még gyógyszert is kaptam rá. Most éppen jó idő van, mert ugye most már nincs hideg, most lassan fölmelegedett. Tehát elviselhető. Az alattunk levő régi dobertó, alattunk van az a mi körületünk alatt, az ahol az ávosok itt kínoszták régen, ez egy ávos részleg volt, a Váci börtönnek volt egy ávos részleg, az a dobertó, a föld alatti jungszárkák, amiknek az ablaka is csak egy ilyen fönti ilyen szellőző, szörnyű, több embert agyonvertek, szóval ez egy ilyen hely volt. Na ez ott van alattunk, és ez egy nagyon hideg lehet ott lent, ott tartja a hideget, ugye ez egy bezárt ilyen helyiség. Néha jönnek így múzeumként így meglátogatni, az hűti az egész szintünket, ezért van szerintem itt hidegebb, de így most nyáron kellemesebb, legalább nincs a meleg. Hát vannak itt olyan részek a börtönben, ahol viszont mondom, hogy 40-50 fok szinte napközben, szóval szenvedés, és összezáll. Tudok olyan emeleteket itt máshol panaszkodnak emberek, akik egy találkozom. Isten tiszteltem, vagy most már van egy-két szakkörök, aki járhatok már. Milyen szakkörök? Hát az értelmesebb embereket összeszedte egy-két ilyen nevelő tiszt, aki szórakozásból tart, mit tudom én, 6 történeti szakkör, ami legalább érdekes, és olyan emberek jönnek el, persze mondom se kell, hogy többnyire magyarok, akik érdekel ez a dolog, és akkor itt beszélgetünk mindenről, Trianontól kezdve a bécsi döntésekről, de mindenféle amerikai polgárháborúról. Hát én egy srácsal, aki szintén itt van 10-valány éve, ilyen nemzeti érzelmű gyerekkel tartottam egy kétszer, ezek egy két órás szakkörök, két ilyen két órás szakkör tartottunk meg ketten a hunok, magyarok ősi harcmodráról, meg történetéről, mert ebben mindketten elég járatosak voltunk, meg a Rongyos Gáldáról is tartottam már ilyen. Mert ez is szórakozás nekem, és mondom, ez egy olyan társaság, egy, mint egy 8-10 ember, akivel érdemes ilyesen foglalkozni. Ezen kívül sok minden van a börtönben, iskolákban minden, de hát ez akár nem egy általános iskola, meg néhány szakmát tanulnak, tehát tudjuk magát a lakosságot, ami bent van, hogy azok miért az igény. Volt egyébként egy kapcsolatod cigány emberekkel is, ha igen, akkor mit tapasztaltál? Effektíve, mondjuk arra szerintem figyeltek a Szombathelyen is, gondolva, hogy ugye ilyen, tudom én, ugye eleve ki vagyok kiáltva szélsőségesnek a tévében, pedig én a szélsőjobboldaliságot nem vállalom, mert nem vállok a rendszernek semmi részét, és én ezt a jobboldaliságot sem tudom felvállalni. Én csak a hazafiságot tudom felvállalni, de hát ez egy definíció kérdése, de hát ugye mégis úgy voltam beállítva, és hát ott például, amikor Szombathelyen voltam, tehát a bévések érezték, hogy jobb, ha nem raknak ilyenekkel össze, ott nem magyar zárkatási voltak olyanok, akik ki lehetett jönni. Viszont például, hát ugye mindenki tudta, hogy ott vagyok, a sok cigány is tudta. És akkor, kaptál megjegyzéseket? Hát olyan volt, hogy például volt ez a cigánygyilkosság abban az időben, még nem volt senki ezügyben letartóztatva, és akkor volt ez a Tarna, az utolsó, Tarnapot, a legutolsó, nem tudom már melyik volt.
amikor azt a kislány meg az anyján meg közelről, na akkor kikiabálás ment az ablakban, megdög lesz Budaházi, mintha bármi közöm, én már nem vagyok egy hónapja, hát vagy te voltál a tippodó. Kicsit én voltam, én kicsit úgy érzem, hogy itt ugye az egész nemzeti radikális, meg hazafias tábor helyett vagyunk mi börtönben, azért ezt mindenki így azért kicsit érezze át, hogy főleg ugye mondjuk az ügyünkben a többi ember, aki nem ismert, az esetleg ki se derült, de én, aki közismert vagyok, én tényleg ilyen céltáblá lehetnék, vagyis hát az is vagyok némiképp, csak mondjuk Szombathelyen is ez megtörtént, azt a támcsapba elkülültem, itt Vácon is, mit tudom én, az udvarról, olyan helyen volt először az udvari sét, ahol zárkák voltak körbe, és akkor ott kiugatott egy ilyen hülye cigány, hogy ilyen gárdista, féne, majd felakasztom mindent, ilyen rácson átvaló vitatkozás lett belőle, és akkor aztán elvittek onnan, ott nem voltam sokáig. Most nem találkozok már régóta, így van, amit senkivel, de az is igaz, hogy az Isten tiszteletre járnak fel cigányok, akik normálisan. Hát, de azt is meg kell mondjam.